Nem csak az új vezetőség mutatkozott be, szakmai elképzelésük is a sajtótájékoztatón lett megismerhető. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház új főigazgatója, a Sárospataki Rendelőintézettel korábban már komoly eredményeket elérő Bereiné dr. Jakab Beáta lett. Munkáját dr. Juhász Gizella, mint orvosigazgató, és dr. Orosz János orvosigazgató helyettes segíti, valamint a közelgő nyugdíjazás miatt Demkovics Krisztina lett az ápolási osztály vezetője. A megújulást üdvözölve támogatásáról biztosította a vezetést a térségi országgyűlési képviselő. Örömmel hallottam azt februári beszélgetésünkön a megyei vezetéstől, hogy az Erzsébet kórházzal célja van, senki nem akarja megszüntetni vagy leépíteni. Számunkra ez rendkívül fontos, mert ahogy Pál apostol is mondta, csak előre nézzünk, és az építkezésben bizony közös összefogásra van szükség. Hiszen ahogy évek óta mi azt szeretnénk, hogy olyan ellátása legyen a kórháznak, olyan humánpolitikája és olyan eszközrendszere, ami valóban segíti még jobban az empléni betegek gyógyítását és gyógyulását. Nos, hölgyeim és uraim, a magam részéről, mint a térség országgyűlési képviselője, mindent megteszek továbbra is. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház ügyében a fejlesztésekért, azokért a tervekért, megvalósulásáért, amit most az új főigazgató asszony fog elmondani. Közel 66 ezer ember ellátásáért felelnek Sátoraljaújhelyen 381 fő dolgozóval és több mint 70 támogató munkatársal. Ezt már a fenntartó Borsod-Zemplén megyei központi kórház főigazgatója mondta. Dr. Révész János hangsúlyozta, nincs szó kórház leépítésről, dolgozói elvonásokról, csak és kizárólag fejlesztésekről. A kórháznak a működése szabályozott és átlátható legyen, másodszor az ellátásnak a folyamatosságát és biztonságát garantálni tudja, harmadszor bizonyos területeken történjenek előrelépések, itt elsősorban a radiológiát említeném ki, amelyet ugye most visszaszervezünk az ellátási tevékenységeknek a sorában, negyedszer történjen humán erőforrás fejlesztés, ugye ebben is főigazgatónő már előrelépett, hiszen két új orvos lépett be a kórháznak a területére. A korábbi álhíreket száfolta a megyei főigazgató. Kijelentette, egyetlen orvos sem távozott az új helyi kórházból az elmúlt időszakban, sőt az új vezetés már az első munkahetén két új orvossal állapodott meg munkavégzésről, tette hozzá. A kórház megújítását több lépcsőben tudatos munkával lehet elvégezni, mindezt úgy, hogy a meglévő és jövőbeli dolgozókkal együttműködve tesszük azt meg. Ezt már az új helyi főigazgató mondta stábunknak. Már most új orvosok érkeztek a kórházba. Olyan jó elmondani, hogy már ilyen kisebb sikereket is elértünk, hiszen a kórház keretében újraindult a kardiológiai járóbetegszakellátás, és ezáltal az osztályon a szakkonzóliumi rendszer, újraindult a kardiológiai ultrahangdiagnosztika, továbbá, hogy május 1-től egy új belgyógyász szakorvossal bővül mind a belgyógyászati osztály létszáma, mely hozzájárul egyrészt a belgyógyászati osztály, illetve az SBO szakmai munkájához. A tájékoztatón az is elhangzott, új pályázati beruházás is indul a kórházban a napokban 150 millió forint értékben. Az Erzsébet kórházat érintő sajtótájékoztatóról csütörtöki adásunkban bővebben is beszámolunk.